Legutóbb a múlt héten derítettek fel a Fejérvár megyei rendőrök egy online csalásra szakosodott bandát. Akkor 11 elkövető 4000 károsult, és közel 1,4 milliárd forint lett a mérlege az akciónak. A csalók könnyű pénzkereseti lehetőséggel, extra magas bevétel ígéretével szedték rá áldozataikat. A bűnözők egy ismert amerikai filmstúdió partnerének adták ki magukat. Regisztráció és kaució befizetése után ajánlottak olyan online munkát, amely során film előzetesek megtekintéséért egyre nagyobb és nagyobb pénzjutalmak kifizetését ígérték. A feltételezett elkövetőket pénzmosás gyanúja miatt fogta el a rendőrség. Halló! Kedves ügyfelük, a bankjától telefonálok önnek. Ez pedig már az új bűnmegelőzési kisfilm részlete, amellyel a banki csalások megelőzésére szakosodott bűnözők munkáját szeretné a rendőrség megnehezíteni. Személyes adatokat, bankkártya adatokat, bankszámla felhasználói kódokat, jelszavakat soha ne adjanak meg idegen személynek se telefonon, se e-mailben, se SMS útján. A bankok minden szükséges adatunk birtokában vannak, tehát azokat nem kérik tőlünk ilyen úton. Idegen eredetű linkekre soha ne kattintsanak. Az online térben elkövetett csalások áldozatai között nagyon sok az időskorú, ezért a kapitányság azt kéri a nyugdíjasok családjától, hogy segítsék a biztonságos internet használatot. A fiatalabb generációhoz szólva kérjük, hogy az idősebb rokonok hozzátartozókat avassák be az online világba, tanítsák őket meg az okos eszközök biztonságos használatára, és hívják fel a figyelmüket a világháló veszélyeire is. A szóvivő hozzátette, ha megtörténik a baj, azonnal értesítsék a bankot és a rendőrséget.